Jól áll a magyarság, népszámláláskor vald magad magyarnak. Ez áll azon a bizonyos plakáton, amit én most itt a kezemben tartok, és amelyet ugye a kamera is mutat önöknek, ott lent az alsó sarokban pedig olvasható az, hogy Magyar Ifjúsági Értekezlet, azaz Miért, és OMDS, Országos Magyar Diák Szövetség, a Miért elnökét, Bodor Lászlót köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta ma is a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, köszöntöm én is a tévénézőket. És hát ugye a Magyar Ifjúsági Értekezlet is tájékoztatási kampányba kezdett, fiatalok körében, egyetemisták körében, sőt, mi több, a kolozsvári bentlakás egyetben tartották meg a tájékoztatási kampányítót. Miért pont itt? Én azt gondolom, hogy ha beazonosítunk egy célközönséget, jó a saját környezetében, a saját élőhelyén kommunikálni velük, úgyhogy ezért is esett a választásunk a bentlakás negyedre, és fontosnak tartottuk elmondani azt, hogy miért fontos a magyar egyetemistáknak, magyarnak valniuk magukat egyrészt, másrészt meg fölhívni néhány olyan dologra a figyelmet, amelyet nem szabad szem elől veszteni, mikor hozzánk érkezik a kérdező biztos. Ugye ön RMDS főtitkár helyettes is, az RMDS is elindította már régebb a tájékoztatási felhívás kampányát. Hogyan tudják összeegyeztetni az RMDS a Miért-tel, vagy kiegészítik egymást, összeegyeztetik a két kampányt, vagy ez hogyan működik? Sokszor beszéltünk, hogy ez egy komplementális, egy kiegészítő kapcsolat, és nem egy... Én most a kampányra gondolok. Ellenszegülő. Hát a kampányban is folyamatosan kvázi az RMDS főtitkárságén az ifjúsági és program ügyekkel vagyok megbízva, és Miért elnökként is ez sokkal könnyebb vinni a vállunkon. Van egy csapat, aki kvázi a négy rendezvényét az idei RMDS kampánynak, népszerűsítő kampánynak is lebonyolítja, ugye, hiszen tudjuk, hogy a karaván, az RMDS karaván az most már második hétvégéjét töltötte a szórványterületeken, különböző településeken találkozva közvetlenül az emberekkel is közvetítve a népszámlálás fontosságát. Ugyanakkor jövő héten indul a szórványkaravánunk, amelyek csak szórvány megyéket céloz meg, és szórvány megye központokat, illetve lejártak a Queen Bee koncertek, ott is folyamatosan jelen voltunk, és arra buzdítottuk az egyetemistákat, hogy álljon jól a magyarság, illetve az Országos Magyar Diák Szövetséggel közösen futtatjuk ezt a Jól áll a magyarság üzenetet hordozó kampányunkat is. Ennél talán az a legfontosabb ennél a kampánynál, hogy nagyon behatárolt célközönséget. Mennyire kell másképp működni egy ilyen célközönség esetében? Tehát egy kampánynak milyen új elemeket kell tartalmazni ahhoz, hogy az egyetemisták tényleg ráharapjanak? A legfontosabb az, hogy a kampánynak új elemei legyenek. Uh-huh. De elsősorban arculatába, üzenetében megpróbáltunk egy olyan szóróanyagot, egy olyan kampány üzenetet összekovácsolni, amely, és itt látszik a szóróanyagot, elég bátor, de azt gondolom, hogy a fiataloknak egy erősebb inger küszöböt kell megütni ahhoz, hogy az információ eljusson hozzuk, és valóban büszkén vállalják identitásukat. Értem. Ugye az Országos Magyar Diák Szövetséggel közösen a Facebookon is elindítottak egy játékot? Jól mondom? Két része van a kampánynak, van egy offline és egy online része. Az offline részében a két hálózatot tettük gyakorlatilag egymás mellé, azt, ami a Magyar Ifjúsági Értekezletnek van a területeken, megyékben, illetve az Országos Magyar Diák Szövetségnek a hálózatát, a különböző diákszövetségek, kolozsvári Magyar Diák Szövetség, marosvásárhelyi, nagyváradi, brassói. És ezt a két hálózatot használva próbálunk minél közelebb eljutni az egyetemistákhoz, akár különböző karokon oktató tanárokkal megbeszélve azt, hogy néhány percet az órából engedjenek arra, hogy világosítsuk föl, néhány információt adjunk át, ami a népszámlálást illeti. Online meg a Facebookot vettük nyilván elsődleges csatornának, és itt a népszámlálás.ro honlap Facebookját használjuk. Itt egy pályázatot indítottunk be, egy film feltöltési pályázatot az OMDS-szel és a Sapientia Tudományegyetemmel, amely arról szól, hogy olyan videókat kell készíteni, vagy jó lenne olyan videókat készíteni, és olyan videókat várunk, amelyek szenszibilizálják a fiatalokat, és tényleg megüti azt az inger küszöböt,
hogy minél többen lájkolják, minél többen séreljék, ezek a Facebook szakszavak végül is, ugye minél többen szeressék azt a készült videóanyagot, és azáltal minél több egyetemistához eljussunk. Igen, most ez a lájkolásból meg a sérülésből jön nekem a következő kérdésem, hogy ennyire új szlogenekben, gondolkodásmódban kell ezt a kampányt lebonyolítani, tehát most Facebookról szól egy-egy kampány, ami az ifjúságot illeti, lájkolásról. Jelen pillanatban a legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook, ezért óhatatlanul egy kampányba ezt használni kell. Tehát az egyetemistáknak szerintem 98%-a ezt a közösségi csatornát használja. Tehát, és ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy miért is tartottuk a sajtótájékoztatónkat a bentlakás egyébben, hát azért, hogy az élő helyüken érjük el a fiatalokat, legyen az online vagy offline. Ugye itt, amikor az ember ránéz egy ilyen szórólapra vagy plakátra, az jut eszembe, nekem legalábbis az jutott eszembe, hogy nagyon kreatív csapattal kell, hogy együttműködjenek önök, hiszen tényleg fantasztikus ötletek fogalmazódnak meg. Lehet néhány gondolatot mondani erről a csapatról? Persze, hát végül is ők közösen dolgozunk már néhány éve, és valóban egy kreatív, jól szervező és céltudatos fiatalokból álló csapat. Úgyhogy én ezúton is köszönöm nekük a munkájukat, ami nem csak a népszámlási kampány, hanem egyéb más munkában is meglátszik. Ugye azt mondták, hogy ez a kampány minden nagyobb egyetemi központban zajlani fog, ami azt jelenti, hogy nem csak Kolozsváron, hanem Brassóban, Marosvásárhelyen, stb., ahol ugye tömbben jelen van az ifjúság. Miért ennyire, akár tömbösítve is, hiszen ugye az egyetemi központokra fókuszálnak. Hát térek rá néhány olyan információra, amely fontos, és akkor abból kiderül majd, hogy miért is van az, hogy igazából mi három nagyobb központot azonosítottunk be, amely prioritást élvez, ez Kolozsvár, Vásárhely és Nagyvárad, de nyilván ugyanolyan fontos Brassó is, vagy akár Szatmárnémeti, illetve a székelyföldi városok, illetve a székelyföldi egyetemisták, akik otthon maradtak, akár a Bábesbolyai kihelyezett különböző szakain, vagy egyéb más egyetemen, vagy akár magánegyetemen. Elsősorban az a fontos, hogy számolhatassanak meg. Ha véletlenül nem érkezik a kérdező biztos, ez most független attól, hogy bentlakásban vagy kintlakásban, albérletben lakunk, akkor jelentkezzünk, akár egy polgármesteri hivatalnál, vagy az illető település polgármesteri hivatalnál, akár egy úgynevezett zöld számon, amelyet a népszámlálás.ro honlapon meg lehet találni, és itt is erre a szórólapra is föl van tüntetve, és jelezzük azt, hogy azt a szándékunkat, hogy már pedig minket is számoljanak meg, mert nyilván, hogyha nem számoltak meg, akkor egyel kevesebb magyar, minél többen nem számoltunk, annak kevesebb. Ugye itt föltevődik a kérdés, hogy ugye az egyetemisták esetleg megszámolják abban az egyetemi központban, ahol ideiglenesen tartózkodik, de hát odahaza is be lehet őt vallani, vagy ez hogyan működik? Pontosan ez a harmadik prioritásában, harmadik fontos kérdés. Az egyetemistát arra biztatjuk, hogy a szülei is jelentsék be, tehát legyen megszámolva a szülőhelyén is, a szülővárosába, a szülőfalujába, viszont az egyetemi központba is legyen megszámolva. Nem származik ebből semmi probléma, sőt, ez az indokolt ebbe az esetben. Két helyen számolják meg, úgyis majd a szűrésnél a személy szám, úgynevezett csenepe alapján egyszer kerül megszámolásra, és itt nagyon fontos, pontosan azoknak, akik bent lakásban laknak, hogy az az adatlap kerül majd be az összesített táblázatba, tehát az számít, azt az űrlapot veszik érvényesnek, amelyet maga az egyetemista töltött ki, vagy rosszabb esetben, hogyha bent lakásban lakunk, az úgynevezett gondnok bocsátott a népszámláló biztos rendelkezésére, ugyanis itt, hogyha nem töltötte ki az egyetemista az identitását, vallását, akkor be nem azonosítottnak fogják regisztrálni, és ez magyarság felekezeti hovatartozás szempontjából igencsak kellemetlen érheti az egész magyarságot. Úgyhogy arra biztatjuk, hogy aki bent lakásban lakik, aki kint lakásban lakik, teljesen függetlenül attól, ha nem számolták meg, és személyesen nem tudta az adatait bediktálni, akkor keresse valamelyik számlálóbiztost, polgármesteri hivatalt, vagy akár a népszámlálás.ro-n az ingyenes számot hívhatja. Értem, fél percünk van hátra a beszélgetésből. Mi lenne az a legfontosabb üzenet, amit mindenképpen a fiatalság, az egyetemisták felé üzenne, mondaná? Még két fontos dolgot. Igen. Remélem belefér a fél percbe. Nem gond, és semmilyen probléma nem érheti a házi nénit, házi bácsit, főbérlőt,
hogyha nincs bejelentve az ott tartózkodó egyetemista. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a népszámláló biztos az a pénzügyészséggel jön. Nem fog jönni a pénzügyészséggel. Ez fontos hangsúlyozni. Be kell diktálni, és kell szólni akár a főbérlőnek, hogy ebbe a periódusban már pedig ők a lakrészbe tartozó fiatal be fogja diktálni magát, illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy ne cenzával töltsék ki az űrlapot a népszámláló biztos, hanem úgynevezett örökíróval, golyóstollal, tollal, pontosan azért, hogy ne lehessen módosítani utólag a fölvett, lekérdezett adatokat. És ugye hát jól áll a magyarság, és minden magyar számít, ne felejtsék el ezeket a szlogeneket, hiszen a kampány folytatódik. Köszönöm szépen Bodor Lászlónak, hogy itt volt és mindezekről beszámolt.